Akkor eladásuk, vagy a felkért hozzászólásuknak a végére értünk. Maradt egy szűk fél óránk arra, hogy még kicsit beszélgessünk. Tulajdonképpen nyilván bármelyik téma, vagy ami így közben felmerült bennetek, azzal kapcsolatban lehetne hozzászólni, kérdezni. A cseten, hogyha itt nézitek, akkor itt voltak, egy kis vita alakult ki Levente előadása kapcsán, hogy itt ez most, hogy is vagyunk a kormányzati szereplőkkel, hogy vagyunk azokkal az intézményekkel, amik kvázi kormány által, vagy kormány által üzemeltetettek, és az önmunkáikkal. Nekem, ami még itt jött, talán Gergő mondta azt, hogy nem a Bika problémájával kellene foglalkozni, hanem egyáltalán a dizájnerek vagy új pszichoaktív anyagok problémájával. Aztán itt többször felmerült, akár itt már a terep kapcsán, hogy szociális munka kéne, jó szociális munka kéne. Ez sokszor kérdés, hogy akár egy szegregátumban az addiktológiai problémát kezeljük, vagy komplexen az egészet, és hogy önmagában az addikciós problémák kezelésével ezek az emberek tudnak előrébb jutni, ha egyáltalán mondjuk erre lenne mód, és hogy a mit tudunk tenni benne a semmit, vagy a mi szakterületünkön, vagy ha ezt nem lehet komplex módon kezelni, és nincs ebben egy akár felülről jövő, hát nem is kezdeményezés, hanem folyamatos energia belepakolás, akkor ezek ilyen magvában holt kísérletek. Na, szóval, hogy így mit gondoltok? Benyomások, tapasztalatok, bármi szabad a vásár. Mondd el. Megszólítottak, úgyhogy válaszolnék. Én azt mondtam, hogy amióta én járok ezekre a UPA konferenciákra, az kb. 2010 óta van, talán egyszer volt valami helyettes államtitkár jelen, talán pont egy KCKT dolgon, tehát hogy nem a szakemberekre mondom, hanem a szakpolitikusokra, akik végül is a pénzt osztanák ezekre, hogy ők nagyon nincsenek jelen. Most én tudok a legkevesebbet itt a dolgokra, de amit hallottam most, van drogkoordináció egyáltalán? Nincs. Na, hát erről beszélek. Igen. Köszi. Kati? Csak azt akartam mondani, szép napot kívánok mindenkinek, hogy azért ezt így ebben a formában egy bátor mondatot jelenteni, hogy nincs drogkoordináció, ez így talán, tehát hogy nem tudom, mire vonatkozik ez az állítás, van továbbra is szervezeti egység, aminek ez a dolga. Név szerint? Ezt ne arra, ugye fejből nem tudom megmondani, de minden esetre a népegészségügyi főosztály alatt van egy szervezeti egység, aminek ez a dolga, hogy a drogkoordinációval foglalkozom, nem így hívják kétségkívül. De azért az informatív, Kati, ne haragudj, hogyha ezt a kérdés, aki egész életet, vagy évtizedek óta drogügyekkel foglalkozol, és megkérdezik tőled, hogy mégis ki, akkor ezt nem tudod név szerint megmondani. Konkrét embereknek a nevét tudom mondani, de ezzel most sem bántani, sem az egekbe emelni nem akarnám. Én csak mondom, hogy ez így ebben a formában nem igaz, hogy nincs drogkoordináció, nem nagyon látszik. Talán ez így a történeti hűség kedvéért gondoltam, ezt mondanám. Na de itt van. Én csak azt javasolnám Topolánci Ákos, hogy KTKT indítson egy kutatási projektet a drogok megtalálására. Jó, bocsánat, ne haragudj Ákos, csak a csetet, hogyha megnézitek, igen, akkor a Dani informált bennünket, Tonté Dórának hívják az osztályvezetőt. De ez már nem aktuális, ahogy írja. De már nem dolgozik ott, úgyhogy ez nagyon. Igen. Esetleg, hogyha nem lenne további cset, akkor el tudnám olvasni, hogy úgy hívják az osztályt, hogy fókuszpontok működtetésért felelős osztály. És mindez, igen, az egészségügyért felelős államtitkárság alatt helyezkedik el. Jó, tehát hogy csak azt akartam mondani, a történeti műség kedvéért, hogy proforma, ilyen szervezeti egység létezik, és van egy-két ember, aki mondjuk erejét megfeszítve próbál csinálni valamit, amiből nem nagyon sok látszik ki a terület irányában természetesen.
de azért ezt tudjuk. Igen, úgy látom, hogy Péterfi Annának vannak friss információi, hiszen ő mondta, hogy Tonté Dóra már nem dolgozik. Ott lehet, hogy Anna meg tudod mondani, hogy akkor most ki? Csak hogy, érted? Igen, mi is ennek az osztálynak vagyunk a részei, a Nemzeti Drogfókuszpont, és jelenleg nincsen osztályvezetőnk. Az osztályon rajtunk kívül még van a Dohányzás Fókuszpont, egy hívvel foglalkozó új kolléganő, és a régi drogkoordinációból még két ember. Úgyhogy nagyjából így néz ki. Én most legutóbb két hete voltam egy helyettes államtitkárnál, az Eniben, akinek hát már egy ideje felvetem, amikor ilyen helyeken beszélgetek, hogy például a Nemzeti Drogellenes Stratégia az december 31-én megszűnt, és nincsen folytatása, és már többféle javaslatot tettünk az elmúlt másfél évben, hogy azért ezzel valamit kezdeni kéne, mert hamarosan lejárt, majd most mondjuk, hogy már lejárt, és mi legyen, és most az merült fel legutóbb, hogy először az volt, hogy lesz majd egy komplex addiktológiai stratégia, amivel majd, aminek része lesz majd a drog, meg alkohol, meg online, meg szerencsejáték, majd most a legújabb álláspont szerintes, hogy lesz majd valamilyen népegészségügyi stratégia, aminek része lesz az addiktológia, amiben majd lesz drog is. Tehát, hogy végül is azért van ennek egy ilyen eljelentéktelenítése, miközben valóban, tehát, hogy Levente tudsz jó kis provokatív előadásokat tartani, képeket, és azt gondolom, hogy nyilván fontos, hogy az inger küszöböt valahogy így fel lehet-e kelteni, vagy az inger küszöböt el tudjuk-e érni, és úgy tűnik, hogy nehezen, de hogy azért valóban azt látjuk, hogy a designer szereknek az elmúlt 10 évben való berobbanása, és tulajdonképpen áthaladt rajtunk ez a hullám 2014-15-ben, és tulajdonképpen nem történt erre speciálisan semmilyen beavatkozás, ami azt mondtuk volna, hogy igen, no, itt most kifejezetten arra figyelünk, hogy a designer drogok azok szedik az áldozataikat, és nem feltétlenül csak belehalással, hanem nagyon sok minden mással, és mondjuk én hozzám például Pécsen a drogambulancián tucatjával jönnek azok a fiatalok, akik 4-5 évig használtak ilyen szintetikus kannabinoidokat, és hát ilyen kvázi oligofrén szívták magukat, semmit nem tudunk velük csinálni. Tehát kvázi korai fejlesztő intézmények kellene, ahol ezeknek a fiataloknak elkezdenek mondjuk labdát gurítani, és amikor 3 hónap labdagurítás után meg tudja fogni a labdát, akkor lehet, hogy lehetne lépni egy következő szintre. Tehát gyakorlatilag értelmi fogyatékosok lettek, amíg a szüleik élnek, addig valószínű, ott el vannak valahol a ládafiában, aztán, hogyha a család kihal körülük, és ők nem haltak még meg, akkor majd elmeszociális otthonokra lesz szükség nagy számban néhány évtized múlva. Tehát azt gondolom, hogy ezek kétségbeejtő dolgok, tehát nyilván a meghalás az, ami miatt, ami leginkább meg a sajtó ezzel van tele, de hát ki ír XY kliensemről, akivel pusztán annyi a probléma, hogy 22 éves szép fiatal lány, de egy értelmes összetett mondatot nem tud feltenni és kérdezni, és 16 évtől, 15 éves korától 19 éves koráig naponta használt szintetikus kannabinoidot. Hát ez egy kétségbeejtő, tehát azt gondolom, hogy itt még számos olyan probléma van, amivel valamit majd kezdeni kell minél előbb, de néhány évtized múlva biztosan. Hát ha nincs most még más kérdés, akkor esetleg én kérdeznék valamit, ha bár már látom, hogy Gergő és Rompos Éva már nincsenek itt, de talán érdekes lenne felvetni, hogy itt többször is felmerült ugye az alkohol meg a gyógyszerabúzus, itt a szegregátumok kapcsán is, a hajléktalanok kapcsán is, hogy esetleg, nem tudom, hogy Dobos Adrián például meg tudja válaszolni ezt a kérdést, hogy ezekben a túladagolásos esetekben alkohollal való együttfogyasztás, meg gyógyszerfogyasztás az mennyiben játszott szerepet, vagy tudunk erről valamit, mert ugye a ópiát túladagolásoknál ott azért elég gyakori az alkoholos együttfogyasztás, és hogy itt erről tudunk valamit? Ha még itt van Adrián. Vagy bárki, aki meg tudja ezt válaszolni. Most János írta, hogy a toxikológiai esetek közel felében az alkohol mindig jelen van. Aha. János, tudsz ehhez esetleg hozzáfűzni? Élő szóban? Akkor csak a
cset maradt, tehát hogy akkor úgy tűnik, hogy akkor igen, van akkor bőven. Elnézést, itt vagyunk, csak nem figyeltem. Meg lehet ismételni a kérdést. Igen, mondom, tehát, hogy az merült fel bennem, hogy itt jelezték a kollégák hajléktalan ellátás, meg a szegregátumok kapcsán is, hogy igen, jelentős alkohol és gyógyszerabúzus van ugyanazoknál, akik szintetikus kannabiszt fogyasztanak, hogy ez így az volt a kérdésem, hogy ez mennyire jelenik meg ezeknél a tudatgolásos eseteknél, mennyiben játszik szerepet itt az alkohol. Hát az a baj, hogy erre nekünk pont nincs rálátásunk, mert az alkohol az teljesen más intézetben van nálunk vizsgálva, úgyhogy, és mi nem látjuk a teljes ügyet egybe. Tehát erre inkább az orvos szakértők tudnának válaszolni, mert hozzájuk fut be az összes eredmény. Köszönöm. Én is kérdezhetek kettőt nekem. Én Takács István vagyok, Petivel dolgozom a Drogriporternél, a Jogriporter Alapítvány, és két ártamcsökkentéssel kapcsolatos kérdésem lenne, mert hogyha ha jól értem, akkor azt kimondhatjuk, hogy nem arról van szó, hogy megjelennek nagyon halálos szerek, amiktől meghalnak emberek, hanem a koncentráció lesz olyan magas, amitől meghalnak az emberek, és hogy van-e olyan ártalomcsökkentő információ, amivel tudnánk hatni arra, egyrészt a fogyasztói oldalról, hogy mondjuk az emberek akár mondjuk titráljanak. Tehát azt például tudjuk, hogy az Egyesült Államokban a fentanil túladagolást próbálják úgy csökkenteni a használók, hogy olyan mennyiségben oldják a fentanilt, és próbálgatják kisebb mennyiségekben, hogy be tudják lőni, hogy milyen az az adott anyag. Hogy van-e, aki mondjuk terepen dolgozik, tapasztalat a titrálással kapcsolatban, hogy kicsit kevesebbet szív, kevesebbet használ, vagy egyáltalán van-e értelme ezt a fajta ártalomcsökkentő információt terjeszteni mondjuk az utcai használóknak? Ez az egyik kérdésem. A másik pedig az, hogy ha a koncentráció a probléma, akkor van-e bármi értelme annak, hogy mondjuk, mit tudom én, akár egy olyan cikket csinálni, amit hogyha meggooglizza az, aki felüti vagy terjeszti ezt a szert, hogy mégis megnézze, hogy milyen arányba kell jól csinálni ezt, tehát hogy valamilyen oktatóanyag arra kapcsolatban, hogy megfelelően higítási alapismereteket terjeszteni. Ami lehet, hogy hülyén hangzik, de hogyha lehet, hogy egyszer valaki ezt egy cikkbe leírja, hogy mégis ha valaki higítani akar, akkor az hogyan csinálja, vagy egyáltalán többe ez annál, mint hogy hozzákever 60 egységnyi ilyen vívőanyagot, vagy tehát hogy lenne értelme annak, hogy valaki ezt egyszer tisztességesen egy normális cikkbe leírja, hogy nem azért, hogy ezt az emberek emiatt kedvet kapjanak higításhoz, hanem ha már valaki egyáltalán ezzel foglalkozik, akkor legalább legyen egy információ, amit megtalál. Lehet, hogy éppen pont az lenne, valaki ezt meggooglizza, és megtalálja, és megfelelően csinálja. Nem tudom, van-e ennek értelme? Köszönöm. Mondjad, Feri. Sziasztok, Deli Fred, a kipontalapítás. Nincs hangod, kicsit hangosabb. Hangos. Most már jó, hogyha így mondom? Így kiabálsz jó. Igen, köszönöm szépen, akkor majd átadom menetülő munkatársamnak, Klaus Rubert, aki a Hétpont Alapítvány tapasztalati munkatársa szakértője, de elmúlt két hónapban egy ilyen projektcentrikus szerepmunkát végeztünk el, közösen felmértük a budapesti szintetikus kanabinoid használatos utcára eső részét. Egyébként nagy örömmel hallgattam Marcelnek az előadását, mert hogy nagyjából egyezik azzal, amit mi találtunk. És akkor Rubi egy pár dolgot megpróbálna, akkor elmagyarázni tisztába. Lassabban, nagyon rosszul hallunk, lassabban. Nincs egy másik mikrofonot, Feri. Hangosabban és lassabban. Nem tudok hangosabban és lassabban beszélni. Reméljük, hogy majd akkor a Robinak majd akkor reméljük, hogy sikerül. Átadom akkor neki. Így sokkal jobb volt most. Igen. Na, sziasztok, Strauss Robert vagyok. Szuper. Hall engem mindenki? Most te tökéletes. Tökéletes. Na, a legelső már a konferencia elejétől bizsereg a tenyerem, meghallottam a Bika nevű történetet. Nagyon szépen le van, itt nagyon szépen lerajzolták, kémiailag, stb. De hogy a Bika nevű drog hogy szedi a halálos áldozatait, azt elmondom. Tehát szerintem a halálos áldozatok száma 40 nagyon kevés. Hogyha a Bika nevű drog valóban úgy szedné az áldozatait, ahogy ezt mondják, akkor 10-szer ekkora lenne az a szám. Ugyanis akik ebbe belehaltak, azok hozzájutottak a porhoz, és nem a milyen mennyiségben higították, hanem hogy nem higították. Tehát vegyük azt alapul, hogy 1 gram port mondjuk 30 gram növénynek kell rátenni.
fogja a díler, most ezt így ki is mondom, tehát akik belehaltak, azok valószínűleg szóró emberek voltak, fogja a díler, ezt rárakja egy darab cigarettára, rászórja a port. Nem oldja föl acetonnal, nem oldja föl alkohollal, mert hogy ez a kettő oldja. Ugyebár úgy készül el, hogy a port belerakják az acetonba, azt ráöntik a növényre. Bedörzsölik, tehát hogy mindegyik nedves legyen, minden egyes növénydarab, és úgy hagyják megszáradni, hogy 20 perc múlva 2-3 sluk, és gatya van. Na most a dealer fogja magának, mert ő szívogatja ezt, és egy idő után már immunis lesz. Fog egy cigit, rászórja szépen a port, tapasztalatból tudom, első sluk, lecserepesedik a nyálkahártya, tehát nem, hogy leszárad, lecserepesedik. Ha nincs a kezedben egy pohár víz, akkor elkezdődnek a gondok. Elég komoly szinten. A saját tapasztalatomból tudom, hogy az első alkalommal, amikor beporoszcigiztem, mintha visszamentem volna az őskorba, és egy őserdőben lennék anyaszült mesztelen, és önkívületben üvöltök. Üvöltök. Tehát ezek is tipikus tünetek, a görcsök, és a többi, és a többi. Tehát a Mika nevű drog egyébként 2018-tól van. Mi drogosok csak téglának hívjuk. Téglának hívjuk. 2018-ban megjelent, akkor 1 gramot 30-ra lehetett rárakni. Tavaly nyáron visszaköszönt, akkor egy kicsit tisztább formába, akkor az 1 gramot 70-re lehetett rátenni. Na most a dilik, akik hozzászoktak a poros cigijükhöz, 0,2-t rátettek, elszívták, jól volt. Most ugyanebből a koncentrátumból augusztusban nekiálltak ugyanazt a poros cigit meghúzni, csak ez már nem azt adta, mert háromszor vagy négyszer olyat ütött. Tehát magamról tudom, hogy az önkívület az teljesen, abszolút, és minden kontroll megszűnik, és még emlékképek sem maradnak. Tehát amiről magam tudok, hogy mondom, egy sluk a poros ciginél az egész nyálkahártya leszárad. Leszárad szó szerint, már a légzés is nehéz lesz, ha nincs a kezedben egy bögre víz. Egyszer. Ezt szerettem volna mondani. Akkor másodszorban volt itt szó az intézményekről, a hajléktalanokról. Itt olyan számok vannak, hogy ezeket igazán úgy fölmérni nem lehet. Klikkek vannak, bandák vannak kerületen belül, vagy Budapesten belül. Itt a kereset és a kínálat, tehát mindig a kínálattól függ, hogy hova megy az illető. A biósok azért nagy üzemben ismerik egymást, sajnos a intézményekben nem, hogy kiszorulnak, kitiltják őket, hát azért vegyük alapul, és nem egy nap, meg két nap, meg három nap, hanem egy hétnél kezdődik, bizonyos intézményekben odaraknak 3 hónapot, fél évet, a harmadik eseménynél végleges a kitiltás. Innentől kezdve már az illető le se akarja tenni a cuccot. És még valaki mondta, hogy a fiatalokat kéne elsősorban, és ez így van. Akik frissen bekerültek, az állami gondozásból kikerültek és az utcára kerültek, unalomból, tehát nem azért, hogy a bajukat elfedjék, nem, mert akkor a baj még súlyosabbnak látszik, ha becigizek. Unalomból cigiznek az emberek. Unalomból, a fiatalok pedig divatból. Sajnos. És akkor a kérdés, nagyon szépen köszönjük, amit mondtál, amit István kérdezett, az előbb Takács Pisti, hogyha mondjuk lenne például valami elérhető információ arról, most nyilván akik poros cigit húznak, az egy más dolog, de mondjuk akár a fiatalok, vagy hogy körülbelül mi a higítási arány, vagy honnan induljon, lenne ennek haszna? Megnézni? Ez mindig úgy van, hogy mikor keresek valamit, egyébként az interneten is, tehát azt elmondják, mielőtt megvásárolom a port, akkor azt tudom, hogy ez egy 20-as. 1 gramot a 20-ra. Tehát akik megkapják a port, azok tudják, hogy mennyire kell rátenni. Általában jön ez az igazi drogos buli, 70-re kell tenni, jó, akkor rakjuk 35-re, az a biztos. De tehát mindig a dealertől függ a higítás. De mondom, olyanokat, tehát nagyon ritkán, amikor mondjuk Pécsen volt az az esemény, hogy nem is tudom milyen, hirtelen akartam mondani, autókban mi van? Akkumulátorsabval oldották föl, első struktál azonnal leállt a vese és a máj. Tehát két halálos áldozat volt. Tehát vannak, ezek nagyon ritka esetek, ezek ilyen 0,001%, amikor van egy-két ember, akik házilag kitalálják, hogy csináljanak pénzt. De elsősorban a pénzszerzésről szól.
Akkor még hozzátenném azt a fajtát, amikor mondták, hogy valakiben három vagy négy fajtát találnak. Hát természetes. Legyen gipszjakab az egyik szóró emberem, hozzájárok reggel cigijért. De délután ő már nincs. Délután megyek az öreg lányhoz. Este meg megyek a sajátomhoz, mondjuk a H-hoz. És már három különböző dolgot nyomtam. De van, hogy ezek nem működnek egy nap. Akkor megyek egy másik kerületbe, vagy egy harmadikba, vagy egy negyedikbe. Tehát van, hogy egy hét alatt 5-6-7-8 fajta dolog kerül belém. Tehát nem az, hogy a diller egy port, két port, hármat, meg a maradékokat összekeveri, nem, ilyen nincs. Mindenkinél egy fajta van. Vagy ez, vagy az, vagy amaz. Viszont amit még el szeretnék mondani, még a rendőrség is le van maradva ezek területén egyébként. Tehát a porokkal kapcsolatban, amikor még keresték a bikát, nem tudták, hogy volt világos kék por, citromsárga, fehér, csontszínű, most is vannak, rengeteg, nagyon sok fajta van, csak mindegyik más, tehát más mennyiségre való. Úgyhogy röviden így, vagy még nem válaszoltam egy esetleg egy kérdésre, mert annyi ide van. De igen, köszönöm szépen, de nagyon hasznos volt, köszönöm szépen. Bori, kérdezni akarsz? Köszönjük szépen. Bori. Köszi. Nem. Nem tudom, miért gondoltad, de nem. Köszönöm. Odahajod el a kérdésre. Én hozzászólhatok? Igen. Persze. Jó, köszönöm. Tehát Posta János, Debrecen igazsági toxikológia. Ugye írtam ezt, hogy toxikológia esetek közelfele, csak elment a hangom. Most hallatok, ugye? Igen. Tisztán. Jó, oké. Rendben, tehát hogy közelfelében alkohol mindig jelen van. Ugye ez nem csak a boncolásos esetekből, amelyeknek a mintáival mi dolgozunk, hanem a klinikum eseteiből is igaz. Nem csak kábítószereseknél, hanem egyéb szerfogyasztók, tehát gyógyszer, glikol, metanol, bármilyen más toxikus anyag, amiket mi vizsgálunk, tehát az esetek közel felében ott van az alkohol. Ugye, mint az előttem szóló mondat a halálesetekkel kapcsolatosan, én nem merném azt mondani, hogy 400, az biztos, hogy a 40-től lényegesen több. Ugye ezt abból lehet elmondani szakmai szempontból, vagy abból lehet kikövetkeztetni, hogy az esetek egy jó részében nem is történik toxikológiai vizsgálat. Mert mi az előzmény? Találnak valakit otthon, ágyban fekve, arccal a párnában, meghalt. A orvos fölboncolja, mit fog találni, fulladásra utaló jeleket, ugye tüdőben, vizenyőt, más egyéb dolgokat. Ennek következtében nem is biztos, hogy fog toxikológiát kérni, mert a rendőröknek, és most ez nem bántás, az az egyszerűbb, ha sima az ügy, ugye fölboncolták, megvan a halálok, ha nincs rá információ, és nem veri a hozzátartozó tamtamot, hogy igenis lehet, hogy itt kábítószeres befolyásoltság is van, vagy kábítószer fogyasztott, akkor erre nem harapnak rá, és ezek az esetek biztos, hogy el fognak menni. Tehát ez a statisztika biztos, hogy alulról reprezentált erőteljesen. Az, hogy pontosan mennyi lehet, ezt nyilván megbecsülni sem lehet, de lényegesen nagyobb érték lehet, mint ami itt hivatalos körökben forog. Azt nem tudom egyébként, hogy ezek a számok mindenképpen toxikológiai esetek, illetve a bunc edzőkönyvben leírtakkal korrelál-e, tehát hogy úgy kerültek be, hogy valaki ezt azt mondta, vagy pedig valóban az orvos szakértő, tehát a boncolás végző orvos, ez kijelentette, hogy okokozati összefüggés van, vagy pontosabban a halálnak mondjuk a szintetikus kannabinoid az okozója. Tehát ezért sem könnyű ezeket a dolgokat megfejteni, és pontos statisztikai adatokat szolgáltatni akár a gerbőiknek, akár más irányba, ahova kérik tőlünk ezeket a dolgokat. Köszönjük szépen. Ki akart szólni? Én még csak annyit esetleg, hogy a Robi is említette, hogy itt ugye kitiltják a hajléktalan intézményekből a biósokat, hogy Marcelt említetted, hogy már van két darab alacsony küszöbű szolgáltatás hajléktalan látóhelyeken, vagy három? Ezt elmondanád egy kicsit jobban, hogy hol egyáltalán, hol vannak alacsony küszöb, tehát ahol nem tiltják ki a kibiót fogyaszt hajléktalan ellátásból?
Számomra úgy tűnik, hogy a BMSK-i Előd utca az, ami most kifejezetten próbál egy nagyon alacsony küszöböt megvalósítani. Szeptembertől talán elindult 10-12 fővel ez az új szolgáltatás. Tehát ez is egy nagyon fontos, csak nem egy... Szerintem ez egy próba történet lesz. De néhány éve már csinálták, és azon tapasztalatokon belül. Aztán van az Izola, a Népsziget, ott a 35 év alattiakat tiltották ki véglegesen néhány évvel ezelőtt. És most már visszaszivárognak az emberek, mert hogy már elérték ezt a 35 éves korhatárt. Tehát most újra megjelent, és jellemzően ott az intézmény környezetében vannak az emberek, a szerhasználók, mert még ez is nagyobb biztonságot jelent számukra, mint máshol lenni. Tehát ez is nagyon lényeges tapasztalat, hogy az ellátórendszer az intézmény mellé szervezik az életüket. Mondjuk az ott egy sziget, tehát egy sok erdős terület, tehát alkalmas is erre. És hát a harmadik az utcafront, mi meg úgy vagyunk, hogy mindenkinek, bárkinek adunk esélyt arra, hogy bekerülhessen az intézménybe. Ha az utcások vagy a tűcserések által felkutatott személyekről van szó, ők elsődleges felvételt nyerhetnek. Tehát ez a három intézmény van, ahogy látom. És miért van ilyen kevés? Annak az oka, mert a hajléktalan ellátásban van egy ellenkezés ezzel az egésszel szemben, szemléletformálásra lenne szükség, vagy hiányzik hozzá forrás, félnek a rendőrségtől, vagy mi az oka? Szerintem ez mindegyszerre lehet. A másik pedig az, hogy azért a hajléktalan ellátáson belül egy intézményes világban, ami ugye ma már egyre jobban arról beszélünk, hogy hospitalizál, és pont azt veszi el az emberektől, pont a fejlődés lehetőségét veszi el. Tehát a reménytelenség, a kivezető utak nélküli intézményes világ, az egyértelműen a hospitalizációt, és ezzel az egyéni fejlődés, növekedés lehetőségét veszíti el. Tehát ma már nem intézményes világba kéne gondolkodni, ahogy a Gurai Zoli is mondja, idősödő populáció. Tehát, hogy talán az intézmények e felé mennek, hogy a beteg és a szerfogyasztó fiatal nem igazán vonzó egy csomó intézmény számára, hogy az ő részükre próbáljanak meg szolgáltatásokat nyújtani, mert ugye nagyon sokféle probléma merülhet föl, de ezek leggyakrabban félelmeken alapulnak. Tehát az Izola mondja azt, hogy meg mi is ezt látjuk, hogy az alkoholfüggő emberekkel sokkal több probléma van egy bentlakásos éjjeli menedékhelyen, mint a szerhasználó fiatalokkal. És ráadásul az alkoholfüggők, meg a szerhasználó fiatalok, ők ütik, vágják egymást. Tehát, hogy nagyon nagy konfliktus van kettejük, két csoport között. Szóval, hogy jó téma ez, hogy miért nem... Igen, bocs, hogy szabadba vágok, nagyon az óra is rohan előre, és amit Marcel mond, arra csak egy picit rákapcsolódva Péter kérdésére, hogy mondjuk például az addiktológiai rehabilitációban látjuk azt, hogy ugye a 90-es években, zömében, a 90-es évek végén, 2000-es évek elején kialakult az a rehabilitációs rendszer Magyarországon, ami van, ezek a drogrehabok, vagy szenvedélybeteg rehabok, és tulajdonképpen kevéssé látom azt, hogy mondjuk ezek a rehabok, annak ellenére, hogy 10 éve nyakunkon a designer drog, valami nagyon... kifejezetten az ilyen dizájneres fiatalokhoz illeszkedő programokat hoztak volna be. Ott van a terápiás közösség. Terápiás közösségben lehet egy 5 éven keresztül dizájnerző fiatal, aki két mondatot nem tud elmondani, közösségi értekezletet, meg alkotmányt írni. Nyilván nem lehet. Nekem ott három rehabhoz van közöm, az Inditon belül, meg még Nagyszénásra szoktam járni időnként, és hát próbálom őket kicsit motiválni, vagy beszélni arról, hogy tényleg lehet-e mondjuk akár az izoláció időszakát olyan módszereket behozni, tudom, Németországban van mondjuk ilyen szociális cirkusz, vagy akár a zsonglőködés, a finom motorika, hogy mennyit számít az előrejutásból, hogy akkor például ezek a rehabok, a meglévő rehabok gondolkodnak-e ilyenben, ahogy a hajléktalan ellátók is biztos kicsit be vannak mervedve erre, ez, hogy mennyire rugalmas ez, vagy hát de éveken keresztül próbáltuk elérni, és hát nem tudunk keresztül jutni az egészségügyi kormányzaton,
hogy legyenek összevont rehabok, hogy fiatalokat beleten, nem tini rehabokat csinálni, hanem hogy a felnőtt rehabokba bele lehetett tenni azokat a fiatalokat, akiket akkor az egész közösség valahogy együtt jobban tud motiválni, jobban tudják bevonni közös tevékenységbe, egy kicsit jobban mutatják a családi hierarchia rendszerét. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy nagyon nehezen moccannak a mi rendszereink is, kivétel az addikcióval foglalkozó rendszerek ebben, mert hogy nem tudom én, nem akarok csúnyákat mondani, de biztos a kényelem, az egyszerűbb irányba való menés, biztos benne van a pénz, azért ez egy problémás populáció, nem hiányzik nekik az, hogy hetente újra elmenjenek öten, és megijöjjenek helyett mások, tehát hogy ez valószínű mind-mind benne van ebben. De elfogy az időnk, és elfogyott. Péter, bezárjuk? Sajnos véget kell vessünk a zenének? Szerintem, hogyha vannak még kérdések, valakiben maradtak kérdések, azt mi nyugodtan meg tudjuk hallgatni. Hozzászólás. Van, aki még bármit hozzáfűzne. Mondjad, Feri. Téged nem hallunk. Most így esetleg? Valamitől. Most hangosan mondjad. Igen. Kicsit arrébb menjél, és akkor ott jobban van. Úgy sokkal jobb. Nagyon jó. Csak nem akarom Robit kiszorítani. Muszáj lesz. Tapasztalati szakértőnket, kincsünket. Hogy azért az elmúlt két hónapban én azt tapasztaltam, hogy még azok a helyek is, amelyek mondjuk empatikusabbak a droghasználókkal, mint mondjuk az Izola, vagy az Erőd utca, amelyik inkább magasabb küszöb, amennyire én tapasztaltam a józansági elvárás miatt, tehát egy más irányból közelít, még ott is igazából a felépülés gondolata maximum lóg a levegőben. Tehát addig, ameddig nem tudunk valós mentorálást megvalósítani, ami előkészíti a rehabra, ahonnan majd valószínűleg visszaesik, de legalább hozzánk essen vissza, addig igazából nem tudunk mit mondani az utcai munka során. Tehát valóban egy nagyon erős utcai munkával kell felépíteni egy helyszínt. A mi terveinkben most is remélem nem árulok el nagyon sokat a kékpontban épülő programról, aminek a terepmunkáját végeztük el. Egy olyan herbás specifikus nappali melegedőt szeretnénk létrehozni, amelyikben van része a felépülés centrikus addiktológiai szolgáltatásnak. És megpróbálunk egy erős mentorálással valamilyen módon tényleg valós felépülési alternatívákat kínálni, mert ezek nélkül ezt a problémát nem lehet menedzselni. Nem tudunk mit mondani az utcai munkán, hogy amúgy miért nem józan valaki. Mi lesz? Maximum egy sokkal rosszabb valósággal szembesülök. És hogy az nagyon fontos, hogy ezt a két hónapos munkát, amit majd hamarosan bemutatunk, ezt amúgy a Robi segítségével tudjuk megcsinálni, és részvevő nélkül, vagy tapasztalt szakítő nélkül ezt a témát feldolgozni, egyébként szerintem nem lehet. Köszönöm. Igen, abszolút fontos ez a fokozatosság, és hát tulajdonképpen a szolgáltatói piramisnak pontosan az az értelme, hogy próbáljunk meg fölfelé lépcsőfokonként haladni, és ne egyből akarjuk megugrani a tetejét. Igen. Hát én csak remélem, Feri, hogy ezt el tudjátok jobban terjeszteni, ezt a tapasztalati szakértői hozzáállást is. Én biztos vagyok benne, hogy el fog terjeszteni, és az egészet a laptop másik oldalára beszélj. Kicsit menjél arra. Biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog, hiszen már egy jó 10 éves múltra tekint vissza az alapítványnál a tapasztalati szakértői munka, és egyébként csak annyi, hogy ezt az egészet a Ferencvárosi Önkormányzatnak a megrendelésére végeztük, de az egész főváros számára fontos anyagot hoztunk össze, tehát reméljük, hogy sikerül majd valami, és nagyon sajnálom, hogy a Teleki téren nem valósul meg. Számítottunk erre a nappali intézményre, katasztrófa, hogy nem tud megvalósulni, nagyon nagy szomorúságban bennem ezt illetően. És nagyon sajnálom, hogy a végére jöttek ezek a jó kis gyakorlati dolgok a konferencián, nem pedig az. Az igen. A hír egyébként, hogy fognak neki új helyet találni, úgyhogy elvileg lesz valahol. Csapataink harcban állnak, igen. Oké. Hát figyeljetek, akkor tényleg kicsit nagyon, az időn, és nagyon tartalmas. Igen, nagyon. Egyébként én egy hozzászólást azon, hogy a Szent Rafael Kórház szélrehoztájáról, hogy köszönöm a lehetőséget, és hogy a túladagolásos halálesetek erre most két perce hívott egy betegem, hogy a 16. szülinapjára meghívjon 29-ére, csak hogy vannak ilyenek is, tehát hogy azért zárnám ezzel, hogy ilyen is van, hogy van 16. születésnap, és azt megünnepés. Jó. Igen, igazán öröm, de hogy azt, hogy ennek is örülünk el, igaz? De ő is majdnem meghalt egyébként, mert én emlékszem az ő felépülésére, úgyhogy
túladagolta majdnem magát, de és akkor 16. évetet. Jó, csak ennyit akartam, hogy köszönöm az lehetőséget. No, hát akkor nagyon-nagyon szépen köszönjük az előadóknak, a résztvevőknek, hogy itt voltatok, a hozzászólóknak. Küldjük az anyagokat még akkor a címekre, és aztán hát azt mondom, hogy folytatás következik, és akkor mindenki a maga helyén gyűjtsen adatot, kísérletezzen, próbálkozzon, és reméljük, hogy a nem túl távoli jövőben újra megosztatjuk a tapasztalatainkat egymással.